Szép Tamás, Magyarország egy kis értékelést szeretnék kérni. Hál' Istennek, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó munkát végeztünk, és hát már elszoktam a versenyzéstől, legalábbis ettől a szintől, és elfelejtettem, hogy belülről ilyenkor, amikor ennyi áttől meg, akkor mindig sokkal-sokkal gyorsabbnak tűnik az idő. Tehát sokkal-sokkal lassabbnak éreztem magamat, de hál' Istennek a Frici legalábbis remélem nem kamuzott végig, de mondtam, minden rendben van, minden idővel vagyunk. Két óra múlva, hogy 3 perccel vagyunk jobbak, aztán utána másfél perccel vagyunk rosszak, megint jobbak vagyunk, úgyhogy elméletek. Ami kiment, az rendben volt. De ilyen ingadozás van? Tehát, hogy nem az van? Abszolút, persze. És az mit múlik? Gyakorlatilag az, hogy mondjuk a kecsegéről a zsírt, mikor kaparod le, hogy mondjuk 15-ször húzod le a kés, vagy 25-ször mondjuk. Milyen a hal? Szóval annyi sok apró dolog van, hogy az valami elképesztő. Mennyire volt elégedett? A Serge Vieirától hallottam, nyilván titokban azt mondta, hogy nagyon-nagyon még nem tudok még semmit, most pakoltunk ki, fogalmam nincs. De egyáltalán kóstolsz ilyenkor? Igen, a bizonyos részelemeket kóstolok, nyilván az összképet nem fogom tudni, de ugye nyilván azért gyakoroltunk ennyit, hogy már a részletekből tudjuk, hogy minek mennyire kell koncentrálnak lenni, mennyire kell sósnak vagy sótlannak lenni, ezek rendben voltak. Nem hagyott cserben a szám, úgyhogy jó. Meg hát a bulgonyapürével szenvedtünk a legtöbbet az egész tréning alatt, és most sikerült a legjobban. Pedig azt gondolná az ember, az nem egy. Nem, az egy szívás. Mert úgy kell megcsinálnod tökéletes, étteremben ugye elleműt megcsinálod, kiadod, gyönyörű. De így gyakorlatilag eltölt az elkészítéstől, addig, amíg a zsűri asztalára kerül, hát egy körülbelül egy ilyen, hát mit tudom, minimum egy órát. És akkor azt úgy kell bejátszani a hőmérsékleteket, meg a vajat akkor kell hozzáadni, hogy az, amikor újra melegíted és kitálalod, meg kikerül, addigra legyen tökéletes. Mit szólsz a közönséghez? Hát ha jól láttam, akkor talán a lelátó egyharmada volt magyar, vagy nem tudom. Hát legalább. Nagyon jó volt, és nagyon. És azért szurkoltak rendesen. Meghatottam, volt egy pillanat. Igen? Aha, azt igen. Mit jelent, amikor meghatódsz? Hát, könycsepp is meg? Nem, de úgy ugye a fejem közepén ugye elcsuklik belül, tudod, tehát hogy... Gratulálok, akármi is lesz a végeredmény, azt mondom, hogy fantasztikusan... Elégedettek vagyunk, mert azt, amit akartunk, azt tökéletesen meg tudtuk csinálni. Remansot vettünk a cékla zselénél is, úgyhogy rendben vagyunk. Gratulálok, köszönöm szépen! Köszönjük!